nem olyan rég volt egy elég kalandos repülőutam, amikor egy bő másfél órát késett a gép, és ráadásul valamilyen adminisztrációs hibának köszönhetően egyik kaputól a másikig terelgettek minket a repülőtéren, nem, fogtuk, nem tudtuk, hogy hol fogunk beszállni a repülőbe. Szörnyű volt az egész helyzet, mentünk lépcsőn, föl, lépcsőn, le a csomagokkal, az emberek ingerültek voltak, buszankodtak, volt, aki felelősségre akarta vonni a reptéri dolgozókat, kiabálni kezdtek. Az egész helyzetet a hátam közepére kívántam én is, és garantáltam minden más utas is. És ebben a nehéz szituációban lettem figyelmes a várakozók között egy vidám és pozitív energiától kicsattanó kis csapatra. Egy 20-as, egy 30-as és egy 50-es nő fejenként egy-egy pici gyereket terelgetett. Nehéz volt elsőre kitalálni, hogy vajon milyen kapcsolat lehet közöttük, de aztán kirajzolódott, hogy a 30-as nő három gyerekkel vágott neki, három pici gyerekkel a, a nagy repülőútnak, ami lehet, hogy még könnyedén is ment volna neki, de így, hogy Csúszott az indulás, terelgettek minket, biztosan nagyon nehéz volt neki lekötni, és egyáltalán koordinálni a három kisgyereket. És így léphetett oda hozzá a 20-as és az 50-es nő, akik anya és lánya voltak, talán egy közös útból törtek éppen haza. És csodálatos volt látni, hogy ez a két nő a bosszankodás és a méltatlankodás helyett Meglátta azt, hogy tulajdonképpen segíthet is, és biztos vagyok benne, hogy mind a három felnőtt nőnek és a kisgyerekeknek is így az utazás és a várakozás könnyebbé vált. Annak is, akinek segítettek, és annak is, aki segített. Olyan jó lenne, hogyha mindig meglátnánk azt, hogy kinek tudunk segíteni, vagy azt, hogy egy bosszankodással teli szituációból hogyan tudnánk kikeveredni. Próbáljuk meg együtt. Ugye megpróbálod velem.